saját mozi Magyarországon az egy kulturális misszió. Egyszerűen az nevetséges, hogy itt azt kell, arról kell győzködni bárkit, hogy szükség van az átmozikra, szükség van az átmozikra, nyilván szükség van az átmozikra, szükség van a színházakra és szükség van a könyvtárakra is. 2010 áprilisában eltűnt teljesen az állami támogatás, és ettől a mozik, most már 2011 februárja van, megrogyantak teljesen. A fővárostól kaptunk tavaly 2010-ben 80 millió forintot, amire rettentő nagy szükségünk lenne idén is minimum ennyi pénzre, de inkább a duplájára. Nem értjük mi se, hogy miért vonják meg a támogatásokat. A főváros 2011 évi költségvetési koncepciójában 0 forintot szánt ezeknek a moziknak a fenntartására, szemben az előző évi 80 millió forinttal, és az is nagyon hátrányosan érinti ezeket a mozikat, hogy 2010 áprilisától megszűnt a Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatása. Csomós főpolgármester helyettes úr, nagyon, hát én azt gondolom, hogy cinikusan kijelentette, hogy nem kell annyi artmozi Budapesten. Vagy egy kormány azt mondja, hogy akkor mostantól kezdve nincs kultúra Magyarországon. Tehát ez a leradírozása a budapesti kultúrának, a budapesti kultúra egy részének. Hát, hogyha itt nem történik országosan előrelépés ebbe, akkor szerintem március, április, májusban be fognak zárni jó néhány mozik, köztük talán mi is. Nem csak a filmek szempontjából fontosak, hanem ezek a mozik beépültek a város szövetébe. Ezek a mozik fontos helyek, fontos találkozóhelyek. Másrésztről, mint filmproducert, nekem nagyon fontos, hogy azok a filmek, amik elkészülnek, a magyar nemzeti filmgyártás egésze moziba kerülhessen, hogy legyen fórum, ahol hozzájuthatnak ezekhez a filmekhez. A sokszínűség és érték az elveszik örökre, és ez sokkal nehezebb utána újraépíteni. Belátható, hogyha mit be fogunk zárni, és itt kidobálják, eladjuk a székeket, kiviszik a vetítőgépet, kinyitják ezt a falat, csak egy autószalont, hogy mondjak egy példát, soha többet senki nem fog még egyszer 70-80-100 millió forintot arra adni, hogy itt egy artmozit csinál, mivel ez a pénz visszanyerhetetlen. Úgy általában kultúrát nézve ez visszaállíthatatlan. Vidéke meg egész speciális a helyzet, mert ezek az utolsó mencsvárai a kultúrának a vidéki városokba, az artmozik. Most mindenféle összefogás megoldás. De azt látom, hogy minden sajtószabadság, minden ügybe társadalmi összefogás lesz. Lehet más a politika, a fővárosi frakciója azt szeretné elérni részletes költségvetés tárgyalásakor, hogy a 14 milliárdos kulturális költségvetésből 160 millió forint jusson ezeknek a moziknak a fenntartására. Irreverzibilis folyamat, tehát ez visszafordíthatatlan. Amelyik artmozi bezárt Magyarországon, soha többé nem nyitott ki.